Köszöntöm Önöket! A Kanizsa TV útmutató című vallási magazinját látják. Ma, karácsonykor, rendhagyó adással kedveskedünk Önöknek. Az útmutató képzeletbeli karácsonyfája alá ugyanis különleges ajándékok kerültek. De hogy mik is, ez a következő fél órában kiderül. Első ajándékunk a béke áldása. Olyan korban élünk, amikor egyre nagyobb kihívás a környezetünkben és magunkban is harmóniára lelni. Azoknak, akik hisznek Istenben, már van egy kapaszkodójuk a béke megteremtéséhez. Hogyan is lehet nekem békességem? Talán az elsődleges szempont az kellene, hogy legyen, hogy az ember megpróbálja megérteni, hogy nem mindent tud ő maga megcsinálni, megtenni. Vannak dolgok, amik nem rajtunk múlnak, hanem külső tényezők hatása, és a békesség, ez egy különösen ilyen dolog, mert lehet ez egy isteni ajándék. A másik pedig kell bennem legyen egy vágyakozás arra, hogy én most szeretném, hogyha az én lelkem, az én életem egy ilyen lelki békében, egy ilyen békés helyzetben, békés állapotban lenne. És hát nagyon fontos, hogy ez rajtunk múlik. Tehát az első lépés, azt Isten megtette, de az, amit nekem kell megtenni, az, hogy engedelmes vagyok Istennek, tehát hogy azt mondom, hogy rám bízom az Úristenre. És ez már egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy lelki békességünk legyen, hogy megtapasztaljuk a békességet, és hát nem véletlen, hogy a Szentírásban 80-valahányszor van leírva ez a szó, hogy békesség, és nem csak itt, ahogyan ugye karácsony környékén vagyunk, hanem Jézus Krisztus feltámadása után, amikor megjelenik a tanítványoknak, úgy köszönti őket, hogy békesség néktek. És hát az sem volt véletlen, hogy azért, mert pont arra volt szükségük. És hát az sem véletlen, hogy mi reformátusok úgy köszönünk, hogy áldás, békesség. Erdélyben pedig úgy köszönnek, hogy békesség Istentől. És talán ez az, ami jól kifejezi, hogy, hogy az embernek milyen fajta békességre van szüksége. Sokszor halljuk ezt, hogy hiszem, ha látom. Nos, én nekem van erre egy jó kis példám, amit szoktam mondani, hogyha valaki ha azt mondja, mert ha valaki így gondolkodik, hogy hiszem, ha látom, akkor az életünk során is, hogyha kimegyünk, mondjuk fölmegyünk a Nizsa legmagasabb pontjára, és mondjuk Becsehely felé, Letenye felé eltekintünk, elnézünk, és meddig lehet látni? Hát van egy pont, van egy vonal, ez a látó határ, ameddig látunk. Na most, hogyha valaki azt mondja, hogy hiszem, ha látom, tehát addig hiszem, amit látok, azt elhiszem, aztán a többi nem létezik, nincsenek emberek, nincs világ, semmi, akkor azt tulajdonképpen meg is mosolyogjuk. Tehát valahogy így van ez, amikor a nem hívő ember, vagy az Istenben nem hívő ember, vagy a lelkét nem látó ember nem tud mit kezdeni a lélekkel. Pedig nagyon fontos. Hát gondoljunk bele, amikor azt mondjuk, hogy valakiről azt mondjuk, hogy ő jó ember, akkor miről beszélünk? Arról, hogy jól néz ki, hogy jó a frizurája, vagy szépen elkészítették a ruháját, divatosan öltözik? Nem. Tehát, hogy jó ember valaki, akkor a lelkéről, tehát hogy milyen lelkű, milyen a személyiség annak az embernek, erről van szó. És innen kell megfogni a dolgot. Ha azt mondjuk, hogy jó ember, jó édesapa, jó édesanyja valaki,
akkor tulajdonképpen arról a belsőről beszélek, ami az emberben van. Most, hogyha arra gondolunk, hogy itt van a karácsony. És napokban ugye láttam egy szerzetest, nem keresztény szerzetest, hanem egy másik vallás, nagyon keleti vallásnak a szerzetesét, aki most karácsonykor indul el. Vajon miért? Miért most karácsonykor érzi azt, hogy tennie kell az emberekért? Miért most karácsonykor indul el úgymond kéregetni, értető, mert akkor a keresztény ember most ad jobban, de miért őt? Őt mi? Vagy inkább azt mondom, hogy ki indítja arra, hogy kimenjen, és mondjuk az Erzsébet téren, vagy bármelyik téren kéregessen, mert ő szeretne segíteni valakiknek. Tehát, hogy, és ez a csodálatos, hogy nem tudjuk ezt megfogalmazni, hogy miért van az, hogy még a hitetlen emberek is, akik nem hisznek ugyan Istenbe, de karácsonykor szépen írnak képeslapot, küldenek Facebookos üzenetet, vagy e-mailes üzenetet, vagy SMS-t, vagy bármit, de gondoljunk bele, hogy ez nem véletlen. Tehát, hogy az emberek lelkét valami, vagy inkább akkor azt mondom, hogy valaki, aki nem más, mint Isten, aki úgy azokat is, akik ugye nem hisznek benne, de őket is valahogy megindítja egy picit. Részben szintén a hithez kapcsolódik második ajándékunk a képzeletbeli karácsonyfa alatt. Ez a hitből fakadó alázat erénye, melyről Szücs Imre helyettes esperessel beszélgettünk. Advent 4. vasárnapján azok a hívek, akik a felső templom miséjén vettek részt, az alázatról hallhattak prédikációt. Szücs Imre példaként említette a zsidó származású Edith Stein, a későbbi Terézia Benedikta történetét, aki 46 évesen döntött úgy, hogy csatlakozik a kármeliták rendjéhez. És elgondolkodtam azon, hogy ez a nő, aki évtizedeken keresztül egyedül élt, önállóan látta el magát, nem kellett senkiről sem gondoskodnia, és nem kellett senkihez alkalmazkodnia, már mint családon belül, mert egyedül él. Hogyan tudta földolgozni azt, hogy egy közösségbe csöppent bele? Aztán tovább olvastam a könyvet, és megtaláltam rá a választ, ő maga így fogalmaz. Az talán könnyebb lenne, ha az ember az üdvözítővel együtt keresztre feszítetné magát, mint az, hogy vele együtt kiskorú gyermekké váljék. Hihetetlen ennek a nővérnek az alázata. Inkább könnyebb odaadná az életét, mert könnyebb lenne, mint átélni és megélni azt, hogy az önálló gondolkodásút, az önálló akarattal bírod, kisgyermekként kezeljék. És ehhez nagyon-nagyon nagyfokú alázat kell. Az atya a hétköznapi jeleneteken keresztül is próbálta szemléltetni az alázat erényét. Személyes történetének főszereplője egy idős, vak férfi volt. Fönn voltam Budapesten, és jöttem haza, és a déli pálya udvaron állt a kör közepén, és mindenki kerülgette egyebek, és senki nem segített rajta, és oda mentem hozzá, és hogy megkérdeztem, hogy segíthetnék-e. Egyszerűen vizet akart szegény vásárolni, csak nem tudta, hogy hova és melyik üzletbe menjen, vagy nem is talált oda az üzletekhez. És akkor mondtam neki, hogy menjünk félre egy picit, mert hát itt mégiscsak nagy a tumultus. Félreálltunk, illetve félreállítottam a bácsit, megvettem a vizet, és akkor mentem vissza, szóval egyszerűen
szóval feltűnt az a fajta nyugodtság, az a ráhagyatkozás, hogy ott állt és várt, és nem csinált semmit, és mondhatnám azt, hogy szinte érzelmek nélkül volt az arca, vagy érzelem nélküli volt az arca. Ez a bácsi teljes mértékben megbízott bennem, és rám hagyatkozott, és nagyon-nagyon örült, amikor visszamentem, vagy visszaértem, vízen meglett, fölraktam a vonatra, elindult, és már én is utaztam, amikor úgy beugrott, és visszaperegtek ezek a képek, hogy te úristen, hát egy katolikus embernek is, vagy egy keresztény embernek is az adventi arca, vagy lelke ugyanilyen kéne, hogy legyen, hogy teljes mértékben ráhagyatkozó, ahogy ez az ember megbízott bennem, holott soha még nem találkoztunk, és azt mondta, hogy az életét, a vizét rám bízza, ugyanúgy nekünk is a jó Istenre kéne bízni az életünket, és ezzel a lelkesedéssel, és ezzel a ráhagyatkozással, és ezzel az alázattal. Mikor egymás után történnek velünk az események, megpróbáljuk méltósággal, alázattal viselni annak a biztos tudásnak a birtokában, hogy Isten velünk van. Ám ha választási helyzetbe kerülünk, honnan lehet tudni, merre induljunk, melyik az az út, melyen az Úr ott vár minket? Van egy hitem, van egy lelkiismeretem, van egy tartásom, egy gerincem, és ezek úgy összehozzák ezt a döntést, illetve a válaszadásnak a jogát vagy lehetőségét. Folytassuk tovább a képzeletbeli ajándékok kicsomagolását. A következőben a közösségben rejlő erőt találjuk. Ennek fontosságára tanít egy jószívű suszter, Pánov Apó, akinek igazán különlegesre sikerült a karácsonya. Az evangélikus gyülekezet advent 4. vasárnapján gyermekkarácsonyt tartott. A közösséget Deme Dávid köszöntötte. Ahogy az Istennek az igéje ezen a vasárnapon biztat bennünket a Filippi levélből, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Öröm számunkra ez a mai együttét, hiszen, és különösképpen azért, mert annak a megszületését készülünk ünnepelni. Karácsonykor, aki értünk, jött mindannyiunkért, és akinek az életéhez mindannyiunknak köze van. A gyülekezet gyermekei, hittanosai adventi műsorral kedveskedtek. Ennek részét képezte egy világszerte ismert karácsonyi mese előadása. Az orosz író óriáshoz, Lev Tolsztojhoz köthető Pánov Apó különös napja egy cipészről szól. Hát igen, újra itt van a karácsony ünnepe, a szeretet, a család ünnepe. Végig gondolom, milyen szép volt ez az ünnep, amikor még együtt volt a család, amikor még velem voltak a gyermekeim. És itt játszottak, körbe táncolták a karácsonyfát, hogy örültek annak a sok-sok ajándéknak, amit kaptak. Hát de most már fel, családjuk van, mindegyik külön ünnepi a karácsony. És én nekem most az jutott, hogy egyedül kell megnyújtanom a gyertyát ezen az estén. Pánov Apó egy öreg suszterember, aki nagyon szereti a kis városkája, a faluja, ahol él, és egyedül tölti a karácsonyát, mert a családja már felnőtt, a gyermekei, és magukban karácsonyoznak. És egy ilyen félállomba szenderül a karácsony előző napján, ahol egy hangot hall, és hát Jézus hangját hallja, Biblia olvasás közben történik ez vele. Pánov Apó, ki az?
Egy hangot hallok, de nem látok senkit az égvilágon. Ki lehet az? Bánovató, azt kívántad, hogy meglátass, hogy betérjek a műhelyedre és megajándékozhass. Holnap reggeltől estig figyelj, és én eljövök. Légy nagyon figyelmes, hogy felismerj, mert nem mondom meg, hogy ki van. Bánovatónak megígéri Jézus, hogy eljön a házába, és közben jönnek emberek, mind az utcaseprő, a szomszéd, és ezt Pánulapok közben kikinézeket az ablakon, és Jézust várja. De rengeteg emberrel találkozik aznap, akik jönnek-mennek a faluban, sok emberen segít, gyerekek szaladnak oda hozzá, szánkózásból érkeznek meg a gyerekek, és megkínálja őket, megsegíti, cipőt ad, ruhát ad neki, és hát csalódott a nap végére, hogy hát Jézus nem érkezett meg, akit egész nap várt. És a darabnak a végén az történik, hogy mégiscsak megérkezett, mert mindenkiben ott volt Jézus, mert hogyha egy emberrel megteszi, az Jézussal teszi meg. És így a falu népé képében jelent meg Jézus neki. Hát hiszen ez csak egy utcaseprő. Milyen nehéz neki, hogy még az ünnep alatt is dolgoznia kell, de ha jól látom, akkor még a kesztyűje is, hogy lyukas szegényemnek, és azt mondom, hát figyeljen ide, uram, jöjjön be, foglaljon nálam, melegedjen meg egy kicsit, hadd kínáljon meg egy kis jó meleg kávéval. Nekem szólt Pánulapok. Természetesen, jöjjön be. Hát megköszönnék. Tudja, karácsonykor még tisztábbnak kell lenni az utcáknak, mint máskor. Hisz ilyen szép ünnepet nem szabad elrontani szemetes utcával. Ezért is indultam el ilyen korán, hogy hamar elkészüljek. Férjemmel Szegedről érkeztünk ide a gyülekezetbe, és ott 10 éve előadtuk ezt a darabot, ott is nagyon jól sikerült, és nagy örömmel készültünk, és most hát tartogattuk ezt az álmot, hogy itt is egyszer színpadra állítjuk, és eljött ez az év, hogy összehozzuk a gyerekekkel ezt a darabot. Hát hónapok óta készülünk rá, és hát nagyon sok gyermek van a darabban, úgyhogy egyre bővíteni kellett. Már lehet, hogy egy kicsit az eredetiétől el is tértünk, hogy a sok szereplőt be tudjuk venni a műsorba. Sok segítségünk volt rá, hogy a szép díszletet is kialakítsuk. A gyerekek milyen útravalót kaphatnak ebből a darabból, magából a történetből? A történetből ők is ezt, hogy a másokon való segítség az egy ilyen keresztény gondolat is, hogy Jézus, mintha Jézussal tennénk ezt meg, és hát egymás között születik meg az Isten országa és a megváltó itt közöttünk. A próbák alatt is, meg a darab mondani valója is ez, és hát ezt azért a hétköznapokba is tovább visszük, hogy a közösség erejében lesz ott Jézus. A mese szereplőihez hasonlóan a gyerekek is izgatottan várják a karácsonyt, melynek történetét a hittanórákról már jól ismerik. Hittanón mit tanultatok a karácsonyról, minek az ünnepe ez? Jézus születése. És hogy született meg Jézus? Mit tudsz erről a történetről? Hogy Betlehembe született, egy istállóban. Meglátogatták a pásztorok. És vittek nekik ajándékot. Meg a három király. És ennyit. Jó napot, tagjon Isten! Boldog karácsony, faluban fog. Jézus faluban. Ugye kész van. Kész van itt van ez a nagyon jó csizma, már meg is sarkalta. Tessék, parancsolni. Már nagyon rákért egy kis gyomítás, de hát nincs kézre újat venni. Azonban ez most egészen újjárán karácsonyban. Menjük. 4 kopek az egész, nem sok. Igen, de karácsony van, és fogadja el ezt az én karácsonyi ajándékomként. A képzeletbeli karácsonyfánk alatti utolsó ajándék a család szentsége, melyről Váron Istvánt, az alsó templom plébániai kormányzóját kérdeztük. Jesus.
karácsony követő első vasárnap a Szent Család ünnepe. E hagyomány alapkövét még 13. Leó pápa fektette le a 20. század hajnalán. Ezen a napon Mária, József és a kis Jézus, rajtuk keresztül pedig a család intézménye kerül a figyelem középpontjába. Itt az egyház kicsit egy más irányba viszi el a mondani valót, ugye karácsonykor kimondottan Jézus van a középpontban, hiszen a világ időzítője megszületik azért, hogy majd később megváltson minket, és a Szent Család vasárnapja pedig már mint családot mutatja be Jézust és környezetét, és hát megpróbál egyfajta példát adni mindannyiunk számára, hiszen példa az anyaságra, példa az apasságra, és példa a fiúságra is, bár itt még Jézust ugye pólyásként ábrázoljuk, de mindenképpen kitűnik Józsefnek az apa szerepe. Máté evangéliumában olvassuk azt a részletet, hogy Herodes meg akarja ölni Jézust, és ott József rögtön előtérbe kerül, hiszen meg kell védeni a családját. Tehát József mint a úgymond tipikus apa, mint aki óvja, védelmezi a családját, illetve aki eltartja a családját. Mária kicsit ugye hátrébb húzódik, ugye mint az anyák általában, és biztosítja azokat az otthoni életfeltételeket, amelyek szükségesek a család működéséhez. És talán most ebben az időszakban még időszerűbb a Szent Családnak a példáját és a szerepeket kihangsúlyozni. Fontosabb, hogy együtt tudjanak maradni az emberek, akik ugye úgy döntenek, hogy összeházasodnak és családot alapítanak. Egy óriási kihívás szerintem manapság. Bár régen is az volt, csak mi ugye más korszakban növünk már föl. De talán ez a legnehezebb, hogy tudjunk kölcsönösen idomulni egymáshoz, mármint ugye házaspárok egymáshoz. A gyerekvállalás az egy viszonylag biztonságos közegben történjen, tehát szilárd alapokon nyugvó emberi kapcsolatok gyümölcse legyen a gyermekvállalás. Tudjuk eltartani a gyerekeinket, ne azon kelljen aggodalmaskodni a szülőknek, hogy lesz-e munkám vagy sem, a fizetésünkből ki tudjuk-e fizetni a számlákat vagy sem. Illetve nem feltétlen kellene a legnagyobb luxusra törekedni, hogy a karácsony ezt is megmutatja, hogy sokan tovább nyújtózkodnak, mint ameddig a takaró ér. Tehát az együttmaradás, a gyerekeknek a nevelése, ami nagy kihívás, talán ezeket tudnám mondani. De a keresztény család az Istenből kellene, hogy erőt merítsen, hiszen hát ezért jövünk templomba, azért imádkozunk. Tehát ez mindenképpen fontos lenne egymásból is. Tehát itt jön az, hogy hát szeressük egymást, kicsit elcsépeltnek tűnik ugye ez a kijelentés, de hát egy házasságon belül jó lenne, hogyha a férj szeretni a feleséget, a feleség a férjén, hogy egy nyitott kapcsolat legyen olyan értelemben, hogy elmondjuk, ami bennünk van, megosztjuk örömünket, bánatunkat. Valóban egyik támasza a másiknak, és nem lenyomjuk kicsit képletesen a víz alá. A békét, a harmóniát megteremtsük, de ez elsősorban gondolkodásmód kérdés, hogy akarok-e egyáltalán ilyen életvitelt élni, megteszek ezért mindent, és Isten azért fontos személyiség ebben, hiszen ő az, aki képes minket alakítani, változtatni. Mi se önmagunkat, se a másik embert nem tudjuk igazán és jó irányba változtatni, viszont Istennek megvan ez a képessége, tehát ezért fontos ő. Jézus, 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 Jézus
A december 27-i mise az Alsó templomban nem csak a Szent Család ünnepe miatt lesz különleges, meghívták a határőrizeti szolgálatot ellátó katonákat, rendőröket is, így mondva köszönetet munkájukért. Kedves nézőink, ezzel mai karácsonyi adásunk végére értünk. Műsorunkban a béke, a hit, az alázat, valamint a közösség és a család fontosságát jártuk körbe vendégeinkkel. Az elhangzottak szellemében kívánunk Önöknek áldott békés karácsonyt és új évet. Viszontlátásra 2016-ban!